November 30-ától két hetente csütörtök délelőttönként 9 és 11 óra között várják a gyászfeldolgozást segítő foglalkozásokra a résztvevőket. A csoportban megadott tematika szerint haladnak a 10 alkalom során, de mindig a résztvevők aktuális igényeire, problémáira próbálnak fókuszálni a szakemberek. Az alkalmak során érintjük a gyásznak a szakaszait, és ehhez kapcsolódóan hozunk feladatokat, amiket saját magának old meg az a gyászoló, és annyit oszt meg belőle, amennyit szeretne. És ezek nem csak ilyen írásbeli, szóbeli feladatok, hanem akár ilyen művészetterápiás eszközök, amik segítenek az érzéseiket kifejezni akár saját maguk felé is. Azoknak, akik szeretnének részt venni a csoport foglalkozásokon, szerdáig van lehetőségük jelentkezni. Ezt megtehetik e-mailben, telefonon vagy személyesen a Révambulancián, a Gyümölcs utca 14-ben. Az első két alkalom az mindig nyitott, tehát hogy ott még lehetővé tesszük a jelentkezőknek, akik még gondolkodnak, hogy tudjanak csatlakozni. A második alkalom után viszont lezárjuk a csoportot, és a létszámot tekintve pedig 4 és 8 fő között szoktunk általában mozogni, tehát 4 fővel már el fogjuk indítani a csoportot, és maximum 8 főnél viszont lezárjuk, mert a 2 óra az egyrésztről nagyon sok, másrésztről pedig valóban kevés, hogyha mélyülünk el a témákban. És ahogy megyünk előre az időben, úgy mélyülnek a témák is, és úgy megyünk egyre mélyebbre és mélyebbre. Szilágyi Laura hozzátette, azért kell lezárni a csoportot, hogy legyen egy megtartó közeg, hogy a tagok tudják, kikre számíthatnak, kik vannak a csoportban, hogy tudjanak egymáshoz kapcsolódni. Mint mondja, nem szerencsés, ha valaki a 6. alkalommal csatlakozik be, mert már elindult egy folyamat.